Augusztus 7-én a Magyar Kajakkenu Szövetség, az Aktív Magyarország Turisztikai Tájékoztató Központ és a Magyar Úszó Szövetség szervezésében az Abáczalok és Strandon rendezte meg a Tiszató átúszás, átevezés elnevezésű programot. Az eseményről készült összefoglalót láthatják most, kedves nézőink! A között fogtok majd elúszni, tehát a hajó lesz a bal válladnál, a gólya pedig a jobb oldalon. Tehát erre figyeljetek, hogy egy úgynevezett folyosón fogtok majd közlekedni, ahol a bal oldalon lesz a hajó, a jobb oldalon pedig a gólya. Ennek megfelelően legyetek szívesek majd az úszást teljesíteni. Mindenki kap 3 darab karszallagot, ezt is említettem már, nevezett, az előnevezők kapnak egész pontosan, így ők kapnak egy fehér karszalagot is, amivel át lehet majd venni a pólót, a pólóosztó strandon, pólóosztó sátornál. Ezt is csak nyilván azok, akik időben neveztek elő, azok jogosultak fehér karszallaggal átvenni. Csoda szép, narancssárga, Tiszató átevezés és Tiszató átúszásos pólót. Ezen felül lesz egy kék karszallagja az úszóknak, ez ugye az, amivel bemehetnek majd az úszóköbölbe, ezzel indulhatnak el a versenyen, vagyis hát az átúszáson, hogy éppenséggel értékeli magának ezt az eseményt. Továbbá van egy sárga karszallag, amivel vizet tudtok szerezni magatoknak a Szent Királyi strandjánál. Időmérő csip mindenkinek legyen a bokáján, anélkül semmiképpen ne rajtoljon el. Vállára legyen felrajzolva a rajtszám, amelyet majd legyetek szívesek a forduló bírónál. A forduló bíró egy hajón fog ülni, egy hajót kell majd kerüljetek az 1,8 km végén. A forduló bírónak legyetek szívesek bediktálni a rajtszámotokat, és akkor úgy már vágtathatok majd visszafele. Bal kézről maradnak el a hajók, jobb kézről maradnak el a gólyák. Hát azon a folyosón kell majd úsztatok oda is, illetőleg vissza is. Pont ugyanezt fog történni, amikor megfordultok, hogy bal kézről maradnak el a hajók, és jobb kézről a bóják. A hajóknál megállhatok pihenni, ha erre van szükségetek, ihattok egy kis vizet, ehetek egy kis szőlőcukrot. És egy hatalmas dumaszóval rajtol el a Tiszató átúszás, óriás vastaps az első rajtolóknak. Már benn a vízben. Forra víz, kérem tisztelettel. Tehát 3,6 km a táv, várunk vissza mindenkit. És amint az első csoport elment, egy kis türelem, és indulhat majd a másik csoport. Tehát bal kézről maradnak el a hajók, jobb kézről a bólyák, és ugyanez visszafele, egy folyosón kell végigúszni a 3,6 km-es távot. Immáron 10 perce zajlik Tiszató átúszás, ez pedig azt jelenti,
jelenti, hogy hamarosan a másik csoport is vízre száll. És ez így lesz egészen addig, ameddig ennek voltak az úszók. Közben pedig azért egy-két információt most már az átnevezések kapcsolatban is mondanék. Hát 11 órakor lesz az átnevezés rajta. 11 órától 14 óráig, azaz 2 délután 2 óráig lehet vízre szállni. Hát nevezés nem ugyanúgy fog rajtolni, ahogy az átúszás. Másik oldaláról a strandnak fönnáll töltésen és a 20-10 oldalon keresse a Rizska standon túl. Ott lesz majd stégről lehet, gyönyörű szép két stégről. Ott lesz rajtól a átnevezés időpontja 11 óra. Ugye korábban magam felvetettem, hiszen 11-től 13-ig van folyamatos átadási lehetőség tisztató átnevezéssel. Ugye, ahogy azt már korábban is elmondtam, az átnevezéssel kapcsolatosan akkor volt Balatonban biztos jött vissza Tóra is, ezért természetesen érdemes ismételni, hogy csak és kizárólag rajta kész hajóval legyetek szívesek, ha beállni majd a rajtba. Ez azt jelenti, hogy minden fel van készítve, annak, akinek szápja van, annak, akinek olyan evezős egysége van, evezős készsége van, amit össze kell rakni, azt ne a rajtban rakjátok össze, ha már a rajt előtt, a rajta már teljesen felkészült, hogy érkezzetek, rajtszám legyen rajta, természetesen mentőmellék legyen rajtatok, közben pedig elrajtott a második csoportban a átúszáson. Szigorúan és kizárólag mentőmellékben menjetek már a rajt területre. Kedves hölgyek és urak, most kaptam a friss információt, hogy az utolsó rajt az átúszású 9:00, 8 óra 50-kor van még egy rajt, aztán a 9 órakor az utolsó, mindenki legyen szíves, leges, legkésőbb a 9 órás rajta elmenni, azt követően már nem lesz újabb rajtolási lehetőség, mert 8 óra 50-kor van, azaz nagyjából 6 perckor van még egy rajt, és a legvégső az pedig 9 órakor. Mindemellett pedig egy nagyon-nagyon fontos információ, a hölgyek vízilabda mérkőzésre 11-9-re gyertek, ezzel bronzérmesek lettek, hogy zúgjon nekik a vastag. Gratulálunk a fajoknak! Aki szeretne emlékérmet, azt mondják, hogy rajtuljon az átnevezésen is. És akkor kérem, tisztelettel zúgjon a vastag az utolsó csoportnak. Elrajtoltak tehát egy szálig mindenki a tisztató átúszáson. Hamarosan megtudjuk, hogy mennyien. De tippem szerint 150 fölött leszünk. Közben pedig már érkezik vissza az úszók első pára versenyzője. Ami felvillan egy név, én azonnal tájékoztatok mindenkit arról, hogy ki volt az addigi leggyorsabb.